kritikus 8 hónap elé nézünk, hiszen már is gondjaink vannak a vízellátással és az asszállyal, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök hozzátette, a Duna alacsony vízállása az áram- és víztermelésben is problémákat okoz, sőt a szénszállítást is hátráltatja. A gáz árával kapcsolatban Vučić azt nyilatkozta, hogy a polgároknak kevesebb, mint 10%-os áremelkedéssel kell számolniuk. A villanyáron pedig várhatóan szeptember 1-től drágulhat meg. Nem hivatalos információk szerint 6,5%-kal emelkedik majd az ára. Az illetékes miniszter előzőleg azt nyilatkozta, hogy nem fognak kikapcsolásokkal takarékoskodni. Örvendetes, hogy a szerbiai csendőrség az utóbbi időben erőteljesebben lép fel a migránsokkal szemben az ország északi részén, és az is, hogy Magyarország növeli a határkerítés magasságát, de ahhoz, hogy javuljon a migráns helyzet, már a déli határnál meg kellene állítani az illegálisan az országba lépőket, mondta a Szabadkai Magyar Rádió műsorában Pásztor István, a VMS elnöke. Ritkítja járatait a Szubotica Transzutas Szállító Közvállalat. Augusztus 1-től több peremvárosi autóbuszjárat is megszűnik Szabadkán, emellett pedig a menetrend is módosul. 6-tól pedig a városi járatok számát is csökkenti a közvállalat. A változásokról a vállalat honlapján olvashatnak.